Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a TV Ajka híradóját látják március 1-én, szerdán. Nézzük legfontosabb híreinket röviden. Rendkívüli testületi ülés. Jubileumi közgyűlését tartotta a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ajkai csoportja. Éves tanácskozás a családsegítésről és a jelzőrendszer munkájáról. Rendkívüli testületi ülést tartott az önkormányzat képviselő testülete kedden. Az ülés összehívását a gyermekétkeztetési feladatok átvétele indokolta. A város önkormányzata rendkívüli képviselőtestületi ülést tartott február 28-án, amire a gyermekétkeztetési feladatok átvétele miatt volt szükség. Döntöttek még pályázat módosításról és vagyonkezelési szerződés módosításáról is. A testület elsőként a gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó megállapodást és vagyonkezelési szerződést hagyta jóvá. Ajka város önkormányzatának illetékességi területén 2017. január 1-től a KLIK jogutódjaként a Pápai Tankerületi Központ látja el az állami fenntartású köznevelési intézmények, így a Molnár Gábor óvoda, általános iskola, speciális szakiskola, készségfejlesztő speciális szakiskola és egymi tekintetében is a fenntartói és működtetői jogokat, és tesz eleget ezen jogkörből eredő kötelezettségeinek. A Pápai Tankerületi Központ ingyenes vagyonkezelésébe kerültek az önkormányzat tulajdonát képező, az intézmény feladatainak ellátását szolgáló Verseny utca 18 szám alatti ingatlan, valamint ingó vagyontárgyak. Az intézmény telephelyén működő konyhát a megállapodás értelmében a továbbiakban is az önkormányzat üzemelteti, mivel a gyermekek védelméről szóló 1997. évi törvény értelmében a települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekétkeztetés biztosítása. Ugyanez a törvény szabályozza a gyermekétkeztetési feladatok ellátását a Szent Györgyi Albert Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban is. A települési önkormányzat kötelező feladata a gyermekétkeztetés biztosítása a közigazgatási területén a tankerületi központ, valamint az állami szakképzési és felnőtt képzési szerv által fenntartott, nem bentlakásos nevelési oktatási intézményben, továbbá az önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban elhelyezett gyermekek részére. Mivel a korábban alapítványi fenntartásban működő Szent Györgyi Albert Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2016. október 10-től állami fenntartású oktatási intézményként a Veszprémi Szakképzési Centrum tagintézményeként működik tovább, Ajka város önkormányzatának törvényi kötelezettsége a diákétkeztetés megszervezése az említett intézményben is. A képviselők egyhangú döntésének értelmében a február 15-i testületi ülésen elfogadott önkormányzati ASP rendszer kialakítása Ajkán című pályázat szövegét módosították. Végül a köznevelési intézményekre vonatkozó vagyonkezelési szerződés módosítását szavazták meg. Jubileumi közgyűlését tartotta a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Ajkai csoportja február 25-én, megalakulásának 20. évfordulóján. A résztvevők bepillanthattak a csoport tevékenységébe a kezdetektől napjainkig. A Tósok Berendi Szent Imre Ifjúsági Házban megrendezett ünnepségen részt vett többek között Bondor Lajos, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Közép-Dunántúli régiójának vezetője, Pataki Gergely, a Közép-Dunántúli régió ügyvezetője, Fenyvesi Zoltán, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint Johanéres Sándor és Táncsics Tamás önkormányzati képviselők. Az 1996-ban alakult szervezet a rákövetkező évben kezdte meg karitatív munkáját. Önkéntes tevékenységük keretében a kezdetektől gyűjtenek és osztanak természetbeni és pénzbeli adományokat a rászorulóknak, valamint gyermekprogramokat szerveznek. Az utóbbi években közösségi rendezvényeken is részt vesznek csak úgy, mint a Máltai Szeretetszolgálat országos akcióiban is. Együttműködnek a Molnár Gábor Műhely Alapítvánnyal. Az alapítvány által szervezett Városi Esélyegyenlőségi Napon légvárral, kézműves foglalkozással várták a gyerekeket, a felnőttek pedig betekinthettek a szervezet munkájába. Az Adni Öröm akció keretében minden évben karácsony előtt tartós élelmiszer gyűjtenek, majd az összegyűjtött adományokból csomagokat juttatnak el a rászorulókhoz. Már 7 alkalommal vettek részt az összetartozás ünnepén, ahol a Keresztény Demokrata Szövetség ételosztásán kávéval, édességgel várták a vendégeket, illetve ruhát, játékot, könyvet osztottak. A szervezet munkáját a nagyajkai baba bőrzéken résztvevők a kisgyermekes családoknak szánt adományaikkal támogatták.
A megalakulástól 2008-ig Péntek Vendel vezette a csoportot, Tomor Sándor plébános pedig haláláig volt a csoport lelki vezetője. Napjainkban Preininger Horváth Edina irányítja az ajkai szervezetet, a lelki vezető pedig Bakos Frigyes Esperes plébános. A csoportnak nem csak Ajkán, hanem Devecserben, Somlószőlősön és Iszkázon is működnek intézményei. Családokat, gyermekeket, időseket, hajléktalanokat látnak el, és segítik őket lehetőségeik szerint. A rendezvényen felszólaló Johanéres Sándor, az Önkormányzat Szociális és Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, a polgármester jó kívánságait tolmácsolta. Fenyvesi Zoltán a megyei önkormányzat nevében oklevéllel ismerte el a szervezet karitatív tevékenységét, és emlékérmet adott át a csoport vezetőjének. Oklevelet kapott Járó Sándor és Gáspár János alapítótag, továbbá elismerést vehetett át a rászorulóknak nyújtott támogatásért Táncsics Tamás, Tomor Renáta, Király Gizella, dr. Horváth Zsolt és a Molnár Gábor Műhely Alapítvány. Befejezésül ünnepi hálaadó szentmisén vettek részt a közgyűlés közreműködői, amelyet Bakos Frigyes celebrált. Éves tanácskozását tartotta február 21-én a térségi családsegítő és gyermekjóléti szolgálat. A szakemberek a családsegítésről és a jelzőrendszer munkájáról tartottak eszmecserét a Művelődési Központ kiállító termében. A rendezvényen az Ajkai Család és Gyermekjóléti Központ munkatársai és a szolgálathoz tartozó Öcs és Halimba községek képviselői jelentek meg. Baranyai Zsuzsanna települési jelzőrendszeri felelős számolt be a szolgálat 2016-ban elvégzett munkájáról. Elmondta, hogy a családgondozók munkájuk során sok segítséget kapnak a gyermekorvosoktól, a védőnöktől, az óvodáktól és az iskoláktól. A Fekete-Vörös Marti iskola gyermekvédelmi tevékenységéről Fenyvesiné Molnár Zsuzsanna igazgatóhelyettes beszélt. Az intézmény három telephelyen működik, az alsó tagozat az egykori Fekete István iskola épületében, a felső tagozat és a gimnázium a Füst Sándor utcában van. A kertvárosból érkező diákok többsége rendezett körülmények között él, a problémás tanulók nagy része az általános iskolai osztályokba jár. A Padrakúti általános iskolában sok a problémás diák, aminek egyik oka, hogy a település részen működő családok átmeneti otthonából sok nehéz sorsú diák kerül az intézménybe. Az igazgató helyettes problémaként említette a motiválatlanságot, az igazolatlan mulasztások számát és azt, hogy épp azok a szülők nem tartják a kapcsolatot az iskolával, akiknek a gyermekével probléma van. Farsang farkához közeledve Pék Attila, Bakongyepes önkormányzati képviselője nagyszabású mulatságot szervezett a településrész lakói számára. A Bakongyepesi Kultúrházban 130 bálozó gyűlt össze. A megjelenteket Pék Attila szervező és Dornár László önkormányzati képviselő üdvözölte. Ezt követően kezdetét vette a vidám műsor, amelyet Gröberné Adorján Renáta, az Est háziasszonya állított össze és tanított be a nyugdíjas klub tagjai számára. Ők a tőlük megszokott lelkesedéssel jókedvel adták elő műsorukat. A programban Rába Közi Jánosné, Kézmus Mihályné és Áment Márton előadásában elhangzottak versek és vicces találós kérdésekből szerkesztett összeállítások. Nagy sikere volt a Nem jól van ez így, asszonyok című humoros jelenetnek, amelynek tanulságaként levonható, hogy nem érdemes félrelépni, sőt néha jobb, ha nem tudjuk az igazságot. Most is nagy sikere volt a férfi-női ruhacserének. Ebből a farsangi csokorból sem maradt ki a férfiak pikáns előadása asszony szerepekben. Befejezésül a Veresegyházi asszonykórus és a Zizi Labor Hunky Tank Woman című számát adták elő. A műsort vastapssal jutalmazták a nézők, amely kellő alapot adott a mulatozáshoz. Az előadást követően Pék Attila jóvoltából egy finom pörköltet fogyaszthattak a vendégek, majd kezdetét vette a bál, ahol a talpalávalót a képviselő és felesége, valamint Rosta Albert szolgáltatta. A szórakozást a tombolatárgyak sorsolása szakította meg, amelyet a nyugdíjas klub tagjai ajánlottak fel. Múlt pénteken rendezte meg a farsangot a Fekete István Vörös Marti Mihály Általános Iskola és Gimnázium az alsó tagozatosok számára. A jelmezek többnyire otthon, szülői segítséggel készültek. A Fekete István iskola és sportcsarnokában jól megfértek egymással a betörők és a nyuszik, az amerikai focista, a csiga és a pap a zombik gyűrűjében. Az őrületes délutánon mindenki azzá változott, amivé csak akart. A terembe szinte alig lehetett bejutni, annyi jelmezes izget mozgott. A szülők és a családtagok is szép számmal érkeztek, hogy lássák gyermekeik produkcióját.
Az osztályuk saját koreográfiájú műsorral készültek az emlékezetes eseményre. 16 zenés bemutatót láthatott a közönség, amelyek között akrobatikus rock, manóinvázió, zumba és limbo is volt. A zenés jelmezes felvonulást követően zsákbamacska, tombola, játszóház és táncház várta a gyerekeket. Nagy sikert aratott a zsákban futás, a csócsózás, a párnafoglaló és a hullahoppozás is, amelyet szinte minden esetben nehezített a felvett maskara, így a programon nem volt hiány az önfelett nevetésből és az ügyetlenkedésből sem. Kedves nézőink, most pedig a következő napok eseményeire szeretnénk felhívni figyelmüket. Március 1-én 16 órakor felnőtteknek kreatívan címmel kézműves foglalkozást tartanak a Művelődési Központ klubtermében. Az érdeklődők kokárdát készíthetnek ez alkalommal. Március 3-án 18 órakor kezdődik az Ajkavárosi Bányász Fúvós Zenekar tavaszköszöntő koncertjének nyilvános főpróbája a Művelődési Központ színház termében. A tavaszköszöntő koncert március 4-én 18 órakor lesz. Március 3-áig naponta 9-től 17 óráig, szombaton 9-től 15 óráig tekinthető meg a Múzsa Művészeti Egyesület kiállítása a Művelődési Központ kiállító termében. Március 6-án, hétfőn 15 órakor kezdődik a Nyugdíjas Szabad Egyetem következő előadása, amit Szabó Péter étterem tulajdonos prezentál ételek és tálalás címmel a Művelődési Központ színház termében. Március 7-én 14 óra 30 perckor és március 8-án 10 órakor és 14 óra 30 perckor bérletes gyermekszínházi előadás lesz a Művelődési Központ színház termében. A Nektár Gyermekszínház előadásában a Rigó Csőr király című mesejáték tekinthető meg. Március 9-én, 10-én és 11-én 19 órakor a Művelődési Központ színház termében a Magyar Zenész Színház és a Veszprémi Petőfi Színház közös produkciójában a Bécsi Vér című operett látható a Bródi, a Tamási és a Nagy László bérlet keretében. Fények, árnyak, gyöngyök címmel nyílik kiállítás március 9-én csütörtökön 16 órakor a Városi Múzeumban. Az M. Mester Katalin festményeiből és népi fűzött gyöngyeiből összeállított tárlatot Badicsné Matting Mária nyitja meg. A Meridián tornával ismerkedhetnek meg az érdeklődők március 9-én csütörtökön 15 órakor az Életet az éveknek Ajkai Harmónia Klub szervezésében a Nagy László Szabadidőközpontban. A foglalkozást Vajda Zsuzsanna vezeti. Kedves nézőink, kérem tekintsék meg időjárás jelentésünket. Csütörtökön eleinte változóan felhős, alapvetően napos időre lehet készülni, majd északnyugat felől átmenetileg többfelé erősen megnövekszik a felhőzet, előfordulhat egy-egy zápor. Erős lesz a nyugati szél, 8-13 fokra melegszik a levegő. Pénteken a változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, csapadék nem várható, a déli szél élénk lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 14 fok között alakul. Kedves nézőink, mai híradónk végére értünk, megköszönöm figyelmüket. Műsorunkat megtekinthetik az interneten és bármikor visszanézhetik YouTube csatornánkon. Viszontlátásra!